üzleteket, mondjuk mindenki a mai képzésre tudjunkön. Megállítani a képzésre tudatosan határozott képes, egy egyedülműködési személynek szavolyan szeretném megjelölni, és olyan személyével egyetértő kérem, hogy igen, szavazzon. Igen, elfogadtuk. Kértem a képviselőtestületet, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetért-e, vagy valaki szeretne módosítási javaslatot tenni. Akkor aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, azt kérem, most igennel szavazzon. Öt igennel elfogadtuk. Egyes napirendi pontunk, előterjesztés a felültésképi harcolati kétkönyv és a településképi rendelet megalkotásával összeszűrű véleményi szakasz előzárásából. A településképi harcolati kétkönyv és a településképi rendelet jóváhagyásáról és a helyi építési szabályzat felvizsgálatáról. Mint előtt ki ismert, meg kell szalkotnunk egy településképi rendeletet és ahhoz tartozó harcolati kétkönyvet. Erre kaptunk állami támogatásként 1 000 000 forintot, és ennek a feltétele az volt az igénybevételnek feltétele, hogy december 31-ig elfogadunk a rendeletet és a harcolati kétkönyvet is. Az arcolati kézikönyv előzetes véleményítéssel a lakosság körében megtörtént. Túl nagy érdeklődés nem volt a lakossági fórumokon. Ez két ütemben történt meg, a második ütemben is lezárásra került. Most a képviselőtestületen van a sor azért arra, hogy lezárnak a véleményítést, akkor képviselkedjük a kézikönyvet és a rendeletet. A rendeletet és a kézikönyvet Dodás Ede végtész készítette, ő megküldte a rendeletünket a szükséges hatósági szerveknek, és erről vélemény a könyvtégemi hatóságból érkezett, ami beépése került a rendeletbe. Képviselőtestület kérdem a rendelettel, vagy az arcolati kétkönyvvel kapcsolatban van-e vélemény észrevétel javaslat. Szabó János. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Tehát gyakorlatilag a rendelet jogszabályi kötelezettség, amiket itt a főépítész úr leír nagyjából, hogy Józan Parasztészt követi, meg településünknek megfelelő környezeti képet fog a jövőbe is előrevetíteni. De nekem van ilyen problémám, hogy például kerítéseknél nem tudom miért nem tolerálja az átkerítést, azt ugye itt úgy látom, hogy nem javasolja, bár ez javaslat, tehát nem kötelező betartani, elég sok átkerítés van zsámomban is, tehát téglafal vagy egyéb olyan elemből épült, de egyébként teljesen egyet lehet vele érteni. Egy szép anyag, szépek a fotók benne, nagyjából zsámony jellegzetes épületeit, vagy azokat, amiket ő is úgy gondol, jó azokat szerintem mi is úgy gondoljuk, hát én elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést, mondom, ott a kerítéseknél volt nekem egy kis, de miután nem tudtam eljönni, nem tudtam vele egyeztetni, ezért azt mondom, hogy elég sok zárt kerítés van, csak azért ugye ez főleg a nyugati lakótelepen meg itt ott, ott azért jelentő, most már van mindenki zárt kerítés csinálva, de vagy próbál csinálni, tehát, de hát ő igazán az, hogy most ne legyen ez a lindadlemetes, tehát ez a nagyon magas két méter fölött. Jó, csak és maga az anyag, az nem volt fogalmaz, ugye. Én értem csak. De ez rajta múlik, vagy ez most? De ettől tudját nem lesz. Megkérdezhetjük-e, vagy egy javaslat volt, hogy lehetőleg akkor szártépítéseket megzárni. Egyébként a beépítettségre vonatkozó, előkertekre vonatkozó, kertekre vonatkozó szerintem teljesen megfelel az ávonyi ízlésnek, vagy fogásnak, vagy amit itt épültek azoknak a elképzeléseknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyik hozzászólót nem látok. Akkor két határozatot fogunk elfogadni, és egyébként a rendeletünket kell majd elfogadnunk. Tehát az első határozatban elfogadjuk azt, hogy a véleményítési szakasz lezárultnak tekinti a képviselőtestület, és amennyiben szükséges, még hogy a hatóságra határozunk túl, vélemény fog nyilvánítani bármilyen kérdésben, akkor ezeket majd beépítjük a rendeletünkben, ezek mind a rendelet, mind az alkotott képzőnk búcsítható, tehát nem kőrövéssel tudok. Tehát akkor az első alkotott, aki egyetért, azt kérem most igen, azt szabadban. A
napig ennél elfogadtuk. Tehát a második telefon pedig elfogadjuk az alfati kézikönyvet, és hozzájuk a kicsitösletet, hogy közít egy dokumentumot van, hogy az államizatási szerveknek megküldjük. Aki ezzel egyetért, ezt kérem, hogy ennél szabadnom. És akkor a harmadikban pedig szavazunk a rendeletünkről, amit a készített, ez pedig akkor a önkormányzati rendelet az államváros szerződés képének védelméről, aki a rendelet tett, hogy egyet az kérem ilyen szavazban. Hát igen, a kertes napjelenti pont előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés az államban című TOP 213 15 SB akkontunk számú pályázatkivitelezének műszakének kiválasztására lezárult a közbeszerzési eljárás. A tegnapi napon megtörtént a véleményezés a Díjvalló Bizottság döntésen. 5 cégtől kértünk ajánlatot a kivitelezésre. Ebből az 5 cégből egy cég nem küldött ajánlatot, 4 cégnek érvényes volt a ajánlata. Ebből a döntő bizottság az Emplink Kft-t javasolta elfogadásra, az ajánlati ára pedig 20.990.500 forint plusz árfegyelem nettó. Valamint akkor most, ha már döntünk a beruházásról, akkor a szerződésködésnek feltétele is, hogy megnevezzük a műszaki ellenőrt a szerződésben. Ehhez kértünk 3 árajánlatot, a 3 árajánlat közül, a műszakállalók közül a Dankris filmjönök, illetve a Kft. Volt a legjobb árajánlat, ami 235.000 forint plusz áfa volt. Ez a műszaki ellenőr már dolgozott nálunk a Katánúton, ő volt a műszaki ellenőrünk. Kell a kértünk a képviselőtől javaslatot a bizottság személyére, Jancsi jelezte vissza, hogy ő egyetért ezen a két szentőnek, akit mi javasoltunk. Én javasoltam De Gergesenynek nincsen hozzá légzettsége, megkérdeztük, tehát megkérdeztük, nincsen hozzá légzettsége, tehát ő nem regisztrált műszak ellen. Csak hogy látom, hogy miért nem voltam. Szokosan segíteni azok kívül is, hogy nincs beleszerzés viszonyunk. Tehát mivel csak az időt terveztük meg, hogy felmértük, akkor ő azért ott volt velünk és segített személyesen, mit hogyan kéne csinálni. Akkor kértem a képviselőtestületet, hogy egyetérte az Emplink Kft. Kivitelezőként történő kiválasztásával. Akkor aki azzal egyetért, hogy az Emplink akkor aki ezt az egyetőt Emplink körül jön, azt kérem, most igen elszabadnom. Ha igen elfogadhatsz, akkor láttam, hogy nem mindenkinek tetszett ez a Polis Filmjönöki Kft. És akkor látom, hogy erre van-e már egyéb javaslat. Vagy akkor ne a legolcsóbb állányok, vagy a másik a Gilbert Kft. Nem túl sokkal többet, 2500 forint nettó öltő végzi. Gilbert Kft. Is dolgozott már nálunk. Kösti Péter. Köszönöm szépen. Ugye elhangzott, hogy ez a cég volt már terékenykedett az államban, és ha jól emlékszem, sok mindenki kifogásolják a tevékenysége kapcsán, így én gondolom, hogy miért a kártékkal is van megfigyelni. Szerintem az nem biztos, hogy mindig a műszakának volt problémája a kivitelezők sem. Hát igen, de én úgy emlékszem, hogy a kivitelezés során ott a műszaki ellenőrre is gondolt, hogy ez a kivitelezők során ellenőrre is gondolt. Tiszteletek, köszönjük a képviselőt.
sem. Mi itt Szentendreói vagyunk, tehát mi először is köszönjük szépen, hogy az út megépült ott, illetve felújítások került a Partán utcán. Vannak hiányosságok, tehát azért, ha végigmegyünk rajta, a kocsiban azért látszik rajta, hogy sem a karébnag eső a csapadék elvezetés sem úgy alakult, ahogy kellett volna. Tehát itt a műszaki ellenőr személyében még úgy gondolom, hogy egy kicsit nagyobb ráhatással, vagy odatással kellett volna nézni. Én szintén javasolnám, hogy miért elfelejtették, hogy ő készít meg a műszaki ellenőr személynek a műszaki dolgok elvégzésére. Ismerjük nekik azért már nagyon, sokkal nagyobb tapasztalatuk van, illetve az önmányban eddig nem nagyon találkozik szitokás, úgyhogy 30 ezer forinttal drágábban voltam, de szintén én is a mérdek szállítják keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A projektmenedzsment költsége volt, a tervezés költsége, de ezek szerintem mind ki van. Felsőhatáros volt, tehát azokra már csak sem tudjuk. És a maga a projekt, ugye a 20 millió, akár nem 20 által, ott maga van, akkor összeg van, hol a műszaki ellenőr, ahol lehet tartósítani? Ezt nem megkérdezzük, de szerintem nem. A műszaki ellenőrnek a díja is felső korlátos volt, és szerintem még így is ki kellett egészíteni, mert 298 történik volt a műszaki ellenőrzése. Ez több, mint a... Igen, 38.100 mint a készítünk, és ott benne is a határozatban, hogy ezt majd a tartalékból biztosítjuk. Tehát akkor most arról szavazunk a kivitelező kiválasztásáról, a négyszerinti szavazással, akkor aki egyetért az említünk kiválasztásával, azt kéne most igen szavazni, és akkor négyszerint az. Tehát ugyanúgy szavazunk, csak a gép rögzíti jelleget. Innen van a hírek időben, hiába egy magvábi. Akkor oldjuk meg szóban, jó? Hát igen, szavazatnál egyértelmű, hogy mindenki ne szavazatnál. Hát csak egy kérdő kevélyen bele. Jó, Kalos, Földi Ferenc képviselő nincs, Kovács Sándor képviselő volt, igen. Kövesdi Péter képviselő volt. Igen. Lásko Miklós képviselő. Igen. Plószné Dr. Solai Morgén. Szabó János képviselő. Igen. És Hálóczi László polgárs úr. Jó, akkor a műszak elnök kiválasztásáról pedig a nevezet szavazni tudjuk a lényében. Kft. Lesz a műszak elnök 260 ezer forint plusz áfa költségben. A 291.100 forint van elkülönítve a pályázatban, akkor felmaradó 38.100 forint az önkormányzat a költségvetési tartalékú biztosítja, és feladalmaz a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Ki ezzel egyetért, az kérem most igennel szabadban.
napi rendi pontunk, előterjesztés és online szolgáltatás a fejlesztés az államon is készségében című EFO 1-5-3-62 számú pályázat támogatási tervezésének aláírására. A 8. testületi üléssel behoztuk ezt a nyertes pályázatot, akkor a kifső testület arra nyilatkozta, hogy kevés volt az időm, valóban kevés volt, illetve hogy később időpontra voltak vissza ezt a napirendi pontot. A következő képviselő úrnak voltak tisztázandó kérdései, arra mindig mind a pályázat külön megpróbált válaszolni, nem tudom, királytan szerintem mindenki megkapta. Ja, bocsánat, és képviselőt nem köszöntöttem. Köszönöm, kérdés a polgármester urat és a képviselő testületnek. Tűzve egy rendes napi, rendes testületi és harmonikára, mert azt 24-én küldtett.
tehát kvázi arra lehetett volna a napirendet tűzni, de annak a napirendei között ez nem is szerepel. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nem is nagyon volt szándék arra vonatkozólag, hogy ezt akkor ott részletesebben rábeszéljük. Természetesen megértem azt, hogy első körös beadásnak be kellett adni, ahogy írtad, mert akkor sokkal nagyobb eséllyel pályázhatunk erre. Na de ezek az előzmények is azt mondom, is érdekes. Ami a projekttel kapcsolatban és a mai szavazással kapcsolatban a véleményem, az pedig az, hogy ezt, ahogy írtam is a kérdéseimben, alaposabban a konzorcium tagjai között szerződésbe javasolnám tenni a feladatokat, a hatásköröket és egyéb dolgokat. Jelen pillanatban ez a konzorciális szerződés tervezet, ami itt van, ez azt mondja, hogy mindenki a saját projektje felelős, mindenki azt köteles megvalósítani, így ránk 72,6%-os megvalósítási kötelezettség esik. Nem térti a szerződés semmi olyanra, ami a részvétel, tudjuk, hogy miért esik ennyi, mert a fő projektelemek ugye ide vannak szedálva, de az együttműködésben nincsen részvételre való valamilyen felelősség rögzítve. Ezen kívül a konzorciális szerződés, ha jól tudom, egyetemleges felelősséget illető konzorciumi tagok között, tehát mondjuk amennyire nem alapítható meg a felelősség. Ugye most olyan dologról beszélünk, ami javaslatásnak tűnik bizonyára, mert hisz ez a probléma se következhet, mert biztos, hogy a projekt nagyon szépen le fog futni, csak hát tudjuk, hogy az élet nem mindig ezt hozza, és azért van a szerződések, hogy a problémás esetek kerüljenek körbe. Ebben én nem látom kidolgozva ezeket a problémás eseteket, véleményem szerint ezt körültekintőben meg kellene csinálni. Én tegnap kaptam meg ezt a tervezetet, se értem, hogy miért nem tudtuk ezt megnézni, illetve a szeretném megkérni jogilag, mit jelent a határozott tervezetünk. Mert én úgy értelmezem, hogy ez a határozott tervezet azt jelenti, most két tudja a határozott tervezet, hármas pontja, hogy felhatalmazunk a polgárs tudat, hogy ezek után ez a projektre kapcsolatban minden kérdezik meg. Nem tudom, jól értelmezem el. Tehát kvázi a projektre kapcsolatos minden nemű döntés testület nélkül megkérdezhet. Még van a válaszok között egy dolog, amit szeretném felhívni a figyelmet, vagyis hát jogilag én másképp értelmezem, mint a válaszban, nem tudom ezt polgármesterről, hogy a pályázat írói írta. Az 50 fő a program végében az 50 fő foglalkoztatási kötelezettségre a felhívás 31. oldalára utaltál, és azt mondta, hogy ez az egyetlen projektelem, például egy indikátor, ami nem kötelező betartani. A 31. oldalon azt található, hogy a 274/2014-es kormányrendeletnek az a 88 paragrafusának a 1-4, illetve az 5. bekezdése szabályait kell itt alkalmazni az indikátorok teljesítésével kapcsolatban. Az 1-4 bekezdés pedig azt részletezi, hogy a 75%-át, ha nem éri el a teljesítettség, akkor milyen arányosítással kell esetlegesen visszavenni a támogatásból. És az 5. bekezdés pedig azt mondja, hogy ez nem alkalmazó randó erre a bizonyos indikátorra. Én megmondom azt, hogy ezt én úgy értelmezem jogilag, hogy ezt az indikátor mindenképp tartani kell. Mert ez a 88 paragrafus arról szól, hogy milyen kedvezményeket lehet igénybe venni az esetben, tehát mennyire kell csökkenteni a támogatást, esetleg nem tudjuk elérni azokat a indikátorokat. Ez pedig nem alkalmazható erre. Ebből nekem az jön ki, ez nem azt jelenti, hogy ezt abszolút nem kell teljesíteni, hanem ezt mindenképp teljesíteni kell, mert a teljesítésénél nem lehet igénybe venni csökkentett kedvezményt sem. De lehet, hogy rosszul értelmezem, de én nekem ez az első részlet a felolvasom, és ez jutott eszembe, hogy ezt nem így értelmezem. Úgyhogy őszintén megmondom, én nekem az a meglátásom, hogy ezt a napi rendet most megszavazzuk meg. Én már tisztelettel köszöntöm a polgármestert és képviselőtestület tagjait. Nyilván ugye országgyűlési képviselőként tudom követni a Zárai Város képviselőtestületén belüli villangásokat oda-vissza. Elmondtam ezt korábban is itt testületről, és nem elég szomorú, hogy megválasztott képviselő testületben lehetnek érdekelőtétek, de azért célszerű város hosszú távú érdekét is nyilván megvenni.
előzményeket a polgármester végig sorolta, hozzátartozik az előzményekhez, hogy a polgármester úr és a itt jelenlévő szomszéd települések polgármesterei, tehát Tiszabözdé, Gyurk és Györöcske közösen kerestek meg, és ők kerestek meg leghamarabb, hogy van ez az EFOP-os pályázati lehetőség, és mi lenne, hogyha közösen gondolkodnának a beadásban. Annyi pályázat van, volt akkor, főleg a fogosok hirtelen jöttek, hogy sok minden nem volt idő, nem volt idő normálisan összefogni, és tényleg elgondolkodtam, hogy jó lehet ez a pályázat, és az egész választókerületben mögé álltam, és próbáltam segíteni a pályázat beadásában, próbáltam a szereplőket összehozni. Volt előzetes megbeszélés a pályázat írók és a gesztor települési vezetők között. Magam már nem emlékszem vissza, hogy lehetett volna más gesztor, lehet, hogy célszerűbb lett volna akár itt a jelenlévő települések közül valaki mást választani. Vásárosnamény szintén 4 településsel, Aranyosapáti szintén 4 településsel, Tarka szintén 4 településsel, és Fehérjamat 9 településsel, tehát összesen 10 településsel, ennyien nyertek ebből a választókerületből, ezen az EFOP-on magasan mi vagyunk a legjobbak a megyében. És hát mindenütt ugye felelős vezetők vannak, vélhetően a vásárosnamény polgármester is az, és a Fehérjamati polgármester is az. És a környező településekkel, amikor leültek átbeszélni a részleteket, akkor ez egy nagyon aktív dolog volt. Én ott voltam a megbeszélés elején, hozzáértő pályázatíró és tényleg konkrét elképzeléseket megfogalmazó csapatról volt szó. A alapkérdés az az, hogy lehet itt dogánszkodni, meg lehet itt kivesézni dolgokat. Voltam polgármester. Szomorú az, hogyha azon próbálunk meg keresni egy dolgot, ahol most vissza tudunk csapni, lámnál itt van egy olyan pályázat, ami mögött ki tudja, hogy milyen háttér dolgok vannak, meg egyszerűen semmilyen háttér dolog nincs, abszolút precíz pontos számítások vannak, de akkor erről kell beszélni, tudunk ütni most akkor esetlegesen a polgármestereken, csak az a baj, hogy nem csak Záhony város polgármesterén üt ezzel a képviselőtestület, hanem a társult települések megvalósítandó fejlesztések sem valósulnak meg. Lehet visszakérdezni, vagy szívesen visszakérdezni, de nem teszem, mert vezettem várost. Pontosan tudjuk azt, és tudom azt, hogy van, mikor a határidő azt szorít, és nem kell mögé gondolni semmit, mi lehet mögötte a polgármester, miért nem tájékoztatta rendesen a képviselőtestületet. Nagyon egyszerű oka van, mert elég szoros volt a akkor arról kell beszélni, hogy most nem akarom, nem támogatom, ki fogunk tolni szerintem a várossal, ki fogunk tolni a szomszéd településekkel. Vissza lehet adni, nem hiszem, hogy az EFOP-ban az országban bárhol lenne ilyen, és egyébként pedig tisztelet, és a maximális tiszteletem minden képviselőnek, de azért senki ne gondolja azt, szeretném kérni, hogy a szomszéd településeken, ahol hasonló típusú konzorciumi megállapodások, hasonló típusú elképzelések születtek, ott a képviselőtestület nem rendelkezik a kellő bölcsességgel, vagy nincs megfelelő felfogásuk a dolgokról, hiszen ők is körbejárják, és ez egyébként mindenütt megfelelt a minden egyes város vagy falu képviselő testületének. És visszakérdezni, de nem teszem, hogy adott már be jó párszor a város pályázatot, nem most ebben a ciklusban, korábbi ciklusokban is természetesen. És tudom a választ, tehát senki nem győzöm meg az ellenkezőjéről, hiszen nincs minden esetben a képviselő testület 100%-ig tisztában azzal, pontosan tövülről hegyére mit tartalmaz a pályázat. Tehát biztos vagy benne, hogy korábban is volt olyan, amikor úgy hozott döntést a képviselő testület, tegyük fel a
Városrehabnál, pontosan nem tudta, hogy ott most a térkövezés, hol, merre, milyen részen, oda mi épül, mert nem nézik meg mindig tökéletes alapossággal a műszaki terveket, sem feltétlenül a képviselő testület tagok. Én szomorú lennék, példátlan lenne, azért a város attól város, hogy tud plusz többletet mutatni a szomszédban lévő kis települések irányába. Azokban a kis települések irányába, ahol természetesen a kis települések felül is érkezik azért támogatás Zárny felé. Hiszen a ott lévő lakosoknak az első város, ami útba esik, az Zárny. Lehet, mondom, lehet jogászkodni. Lehet. Lehet itt minden, a KK-n is lehet csomót keresni. Én meg vagyok lepődve ezen, képviselőtestületnek szíve joga, de akkor mondjuk azt, mert van most egy lehetőség, tudunk kötni a polgármester, aztán folytatódik ez a vita, ami eltart majd 2019-ig, de akkor meg tényleg egyenesebb dolog lett volna már tavaly. Azt mondani, nem tudunk egymásra együtt dolgozni, osztassuk a képviselőtestületet, döntsön a lakosság arról, hogy most akkor ki marad, ki nem marad, de miért nem hozta ezt meg a képviselőtestület? 10 időközi választás volt a térségemben, ebben a 3 évben, és egy jó pár képviselőtestületi felosztás volt. Én, mint országgyűlési képviselő, sem mellette, se ellen nem voltam sehol, itt sem adok. Sem mellette, sem ellen, de akkor egyszerűbb lenne. Nyilván az ki feltételezi, a polgármester, te sem feltételezed, hogy a polgármester is nem a maximális adócsatit, nem mondtam, hogy az ő az alkoholási tisztségét. Na, akkor nem tudtam követni most a 8. és 20. közötti időszakot, akkor a képviselő. Nyilván te sem feltételezett, hogy egy megválasztott vezető az valami boszorkány konyhában főzi a dolgokat, és nem a város érdekeit tartja szem előtt. Én olyannak ismertem meg egyébként polgármester urat, aki tényleg maximálisan precizitással igyekszik a város ügyeit vinni, több kevesebb sikerrel. Én ennyit szerettem volna mondani, és nem azért vagyok itt, mert szívügyem ez a program, szívügyem az Ekotos Pályázat, jó program lehet belőle, a megvalósításon múlik minden. Azt én is tudod, képviselő úr, hogy menet közben fölmerülő módosítási igények azért az ilyen típusú pályázatoknál az irányító hatósággal lehet kezelni, hiszen egy műszaki megvalósításnál is menet közben lehet olyan, és volt olyan, biztos, hogy Zárny történetében is volt olyan, ahol az IH-nak kellett a módosítását kérnie. Én nekem ez a véleményem, a tiétek a döntés, nem lenne rossz üzenete nekem sem, hogy nem van egy város, amelyik egy megnyert pályázatot, azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kéri, nem lenne rossz üzenet, vagy jó üzenet a város számára sem, a környező települések végképp megmondanom, mondom, nem emlékszem már rá, ha okosabb lettem volna, és ezek szerint nem voltam, a lehetőséget adott volna az, hogy más legyen a gesztor, akkor lehet, hogy egy falut választottam volna a gesztor, mert bár akkor is lehet volna itt vita, nem tudom, hogy engedte volna ez a pályázati híres. Itt tartom, ott van az a véleményem. Kovács Sándor. Köszönöm, tisztelettel köszöntök én is, amit országos képviselőt tisztelettel köszöntöm. Én azt gondolom, hogy amikor a településen megnyernek egy pályázatot, az mindenki számára öröm és támogatandó, hisz a település ebből tud fejlődni, és ezért mi is itt helyeztetjük meg. Azt gondolom, ugyan én nem régóta vagyok itt, az előző időben voltam, de minden pályázatot alaposságra átnéztünk, és be is jártuk, és megnéztük azt, hogy hova milyen térkövet teszünk be. Sőt, a téleszoba kapcsán Budapest utaztunk többször, tehát gondossággal jártunk a minden pályázatnál, és azt gondolom, hogy ennél is gondossággal kell járnunk. És én sajnálom azt, hogy idáig fogjuk ez a dolog, hogy képzelő évek mondani, mert én azt gondolom, hogy most kezdtek a kezd a városban meg, és lecsillapodni ez a dolog, és mindig a testeti tagság, mindig a Zárny város fejlődéséért, egy Zárny város ezen a szinten, vagy egy olyan szinten tartásáért dolgozik. Hogy ilyen, amit elmondott itt Kövesi Péter képviselő, hogy ilyen metodikában dolgozott ez a pályázat, hogy egyik bizottság sem tudta tárgyalni. Én azt gondolom, hogy az előkészítésben mind a Humán Bizottságnak, azt gondolom, nagyon sok olyan kérdést érünk, mind a pénzbizottságnak tárgyalni kellett volna ebben a kérdésben, és még egyszer mondom, hogy lehet lesz ebben, hogy támogatom, de volt az ezelőtti ciklusokban egy hasonló jelentő pályázat, ami elég sokáig tartott, és hát
problémás esetek merültek fel, és ezeknek a problémás eseteknek a kikerülése miatt szerintem ezt meg kellene vitatni bizottsági szinten, viszont szakértők vannak, azért vannak ott, hogy nézzük meg ezeket a dolgokat, és ha lehet, akkor a jogi dolgokat úgy le, és a pénzügyi dolgokat is, tehát hogy ne zárjon a városa, feladatban válni felelősséget azért, amikor a program mondjuk a másik négy településen fog megvalósulni. Na azt gondolom, hogy csak ezek a kérdések a problémások, nem a meg összehadása. Csak a részletkérdéseket kell megtárgyalni, hogy mikor az előző testületgyűlésen Szabó János képviselő vetette, hogy készüljön egy Excel táblázat, hogy mi, mikor, hogyan és kivel fog próbálni megvalósítani, és akkor tisztában látunk van a benne. Ennyi az egész kérdés. Én azt gondolom, hogy örülünk ennek a pályázatnak, örülünk a zöld energia, a zöldváros megnyerésének, hisz ezek a beruházások fogják az állandás értékét és egyébként az élhetőségét biztosítani. Köszönöm szépen. Akkor én csatlakozom szerintem a kérdésem, Körösdi Péter felmetett. Az április 1-i határidővel volt az első körösdi határidő, 27-én volt az a egyeztetés kérése, amit mi nagyjából átbeszéltük ezt a pályázatot. Csomó dolog van a pályázatban, hogy most kerül kidolgozásra, most kerül egy kiválasztás a személyek, a személyek fogják kidolgozni majd a pályázatban azokat a programokat, amit meg fogunk valósítani. Tehát konkrétan most egy szetában nem tudok, de én azt, hogy március 1-én ez a program volt. Tehát azért kell az előkészítés, hogy majd akkor közösen fogjuk majd akkor elfogadni azt, hogy milyen programelemben mit szeretnénk beletenni. Nagyjából be van határolva, hogy a nagy rendezvények városi rendezvénynek kell lennie, de azt, hogy milyen tematikájú lesz, azt majd rajtunk fog múlni, hogy ez így dőljön el. A fontos műszerzésben valóban van felelősség kérdése. Igaz, hogy csak ilyen nagy vonalban, de ott benne van az, hogy mindenki a saját programért felel, és a nagyi felelőssége és az ő részének megfelelően, tehát a védkeségének megfelelően biztosított, akkor, hogyha nem lehet megállapítani, akkor van az egyetemnek is felelősség. Az is azt jelenti, hogy akár Győröcskétől a teljes költségvetés leveheti majd az állam, hogyha ha lenne hibázni. Senkinek nem érdekel azt, hogy hibázni. Ezt csak mondtam, hogy más nem fogja felelni. És én azt mondom, hogy úgy, ahogy az előző pályázatban is a felelősséget azt a polgármesterre rakta a képviselőt, de ez a felelősség ugyanúgy rajtam lesz. És én mind a legjobb tudások szerint fogom csinálni ezt, hogy nekem én se kerüljek ennyire bajban, és ez a város használat. Töltődjön ez a 250 millió főt a város és a négy kis település használat. Az 50 főnél pedig, az 50 fő munkába helyezése pedig nekem a pályázatíró írta azt, hogy ez az egyedi indikátor, ami nem kötelező betartani. Ha gondoljátok, akkor erről mi kérünk egy időt járásfoglalást. Akkor a írótól nem is állt. Az írható. Tesszük mikrofon. Tisztelt képviselő testület, én úgy gondolom, hogy három év eltelt, lassan negyedik felénél tartunk, és majdnem minden egyes testületülésen az volt a felvetésünk, hogy eddig egyetlen pályázatot sem nyert az önkormányzat. Sikerült egy pályázatot nyernünk a csapadék elvezetésre, sikerült pályázatot nyernünk az orvosi rendelet felújítására. Ezek egy nagyon pici csepp a tengerbe, egyik 36 millió, másik 30 millió forint körüli összeggel. Itt van egy 250 millió forintos pályázat, hogy ez hogyan sikerült ezt megnyerni. Én úgy gondolom, hogy ezt a képviselő úr elmondta, hogy maximális segítségét nyújtott ebben, hogy ezt a pályázatot nem csak Zámon, hanem a két társtelepülés, illetve Tiszavesztét önkormányzata is ebből részesüljön ebből a pályázatból. Én úgy gondolom, hogy ennek örülni kellene, hogy van egy 250 millió forintos pályázat, amit ha felosztunk, nem mi, hanem majd akik ebben részt fognak venni, biztos, hogy ez minden település javát fogja szolgálni, és minden településen egy előremutató dolgok fognak megjelenni. Tudjuk azt, hogy Győröcskén, Tiszabeszéden, Zsúfon, illetve nálunk is azért vannak munkanélküliek, Eperjeske, ahol vannak munkanélküliek, nem is kevés munkanélküli. Én úgy gondolom, ha egy hónapra, két hónapra, öt hónapra, három hónapra tudunk munkahelyzetet biztosítani, tehát úgy, hogy iskolába járjanak, kapnak is pénzt érte,
településen rendezvények bonyolódjanak le. Eddig is voltak, nem a saját költségvetésből kell megoldani, ebből a pályázatot meg lehet valósítani. Én úgy gondolom, hogy ezt én maximálisan tudom támogatni, és én igennel fogok szavazni, és el is fogom fogadni. Én azt úgy gondolom, hogy ha ebben most döntünk, meghatározhatunk olyan dolgot, hogy szeretnénk a polgármester úr, illetve a konzorcium összes tagja minden testület ülésen számolva arról, hogy mit sikerült ennek a pályázatnak az elkezdése óta elvégezni. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet mérföldkövet, tehát mérföldkő szerint csoportosítani a dolgokat, ha van egy aláírt pályázat, amit megnyertünk, és utána akkor megpróbáljuk ezt felépíteni, megpróbáljuk felöltöztetni, és hozzá fogja tenni minden egyes település azokat a dolgokat, amik nekik fontosak lennének ebből a pályázatból, és a végén akkor gondolom, hogy mind a 5 település akkor majd el fogja dönteni, hogy ez számára megfelelő, nem megfelelő. Én úgy gondolom, hogy egy kompromisszumos, kölcsönös megoldás alapján minden településeknek csak profitálni fog tudni, nem pedig negatív dolgok fognak ebből kijönni. Én biztos vagyok benne, hogy fogulva, hogy mondta Kovács Sándor képviselő is, volt ehhez hasonló, ez teljesen különböző ez a pályázat az előző pályázathoz képest, amiben a akkori polgármester személyén, illetve a Géczi úr volt szenvedő alany. Én úgy gondolom, hogy az biztos, hogy inspirálni tudja a polgármester urat is, illetve a többi település polgármesterét is, hogy ilyen dolgokat ne kövessenek el, és én úgy gondolom, hogy minden egyes apró, pici mozdulatra is ők ugrani fognak, és olyan dolgokat fognak ebből a pályázatból kihozni, hogy itt ne szenvedjen senki egyetlen település semmilyen csorbát. Én szeretném képviselő úrnak megköszönni a támogatást, az eddigi támogatást, köszönöm, hogy ebben a pályázatban segítette nem csak Záhont, hanem a választókerületéhez tartozó településeket is, és én még egyszer mondom, hogy én igennel fogok szavazni, és én maximális támogatásomat fogom nyújtani, ha kérjük a segítséget a támogatásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy tehát, hogy oda vissza adott kapott a kormányzat is el, azt szeretném jelezni, hogy nem arról szól, nem is azt akartam mondani. Ez mind a szerintem mindegyik hozzászól, az előbb is abszolút nem azt mondta, hogy nem akarjuk ezt támogatni, és nem tudjuk egy ilyen lehetőségnek, csak ha már egyszer szükség van a szavazatunkra, a törvény, akkor jobbító szándékkal, a lehető legnagyobb tartalommal való megtöltéssel és előrelátással akar az ember hozzáállni egy ilyen projekthez. Én úgy gondolom, hogy azt mondtam el, hogy mit kellene körbejárni, mit kellene megvizsgálni, és én azt nem mondtam, hogy ezt akarom, hogy személy szerint én támogatni ezt a projektet, hanem ezekkel a úgymond körültekintő, előrelátó megközelítésekkel kell. Ez egy komoly projekt. Több száz ember, 7-800 ember is meg fog mozgatni, 5 település érint, ahogy mondtad azért, ebben vannak lehetőségek, igen, nagyon sok minden, csak a legjobb tartalommal kell megtölteni. Én nem vagyok biztos, hogy az a jó megoldás, hogy ezt a határozatot megszavazzuk, és a 3-as pont szerint, amit kérdeztem, polgármester úr, ezután mindent lefogtat, legyünk be. És mi megtapsolunk, hogy megnyertük ezt a pályát. Lehet, hogy többen okosabbak lennék, tehát jobban tudnánk előre haladni, hogyha bizonyos feladatot előre megmondanak, hogy mindenki fog részt venni, például egy közbeszerzési eljárásban, vagy itt tudom én valamelyik projektemnek ellennek a lehetőítésében. Ezeket szeretném én körbejárni. És még megkaptam választ arra a kérdésemre, hogy miért kell már bedönteni. Mi mondja azt, hogy döntsünk ebben? Múltkor azt hangzott el, hogy bármilyen vagyok, hogy nem van dönteni. Tudom, hogy előkészítésre került, tudom azt is, hogy ez biztos probléma, de egyébként nem gondolom, hogy nem kellene rá az egy január elejé egy alaposabb áttekintést, egy konzorciális szerződés módosítást, ahogy említette, és úgy többé. Köszönöm. December 8-án volt a
felhasonló felhívás, amire 8 napot kaptunk, az a múlt hét pénteken járt le. A hiánypótlást benyújtottuk ugyan, de mivel nem volt esküdt a feltámadásom, az összes hiánypótlós dokumentumot aláírás nélkül küldtük be, hogy időt nyerjünk vele, de valószínű, hogy a két ünnep között kijön a következő hiánypótlás, és arra megint válaszolni kellene. Hát a támogatási szerződéshez szükséges pontosítás. Igen, tehát előtte nem testült a feltámadásom. Akkor nem tudok szükséges. Egy sem. De láttam egyébként, hogy módosuk a tartó. És még azt szeretném volna megkérdezni, mert ezt nem értettem a bocsánatot. Hogy a előpontálon ugye láthatóak a pályázatok. Mind az ármi, mind a fehér gondolat, és minden lefokos pályázatról, a projektről egy éves eltűnt az elmúlt két napon. De előtte meg volt, csak mondjuk, hogy szinte. Köszönöm. Akkor látom, hogy is. Tehát, ha valakit esetleg én megváltottam, az őszinte szavaimmal, akkor elnézést kérek, én nem tudok másképp beszélni. Azt változatlan fenntartom, képviselő úr. 8 évig voltam polgármester, és nem különböznek az emberek se itt, se ott, se a harmadik településen. Lehet azt mondani, persze, hogy nem voltunk ilyenek, csak nem őszinte. Gondoljunk vissza, akik már régóta képviselőtestület tagok, mindig a legkörültekintőben és mindent is felve vettek el részt pályázatban. Ezek szerint nem, hogyha korábban is volt olyan eset, amiről itt az előbb beszéltünk, egy szintén egy humános pályázat. Tehát nincs ez semmi baj. Egy képviselő nem műszaki ember. Egy képviselő, ha mondjuk egy szennyvíz elvezetésről van szó, szennyvíz hálózat kiépítése, fogalm, miért kellene tudnia, hogy milyen panel, hova kerül, a műszaki emberek mit mondanak erről. Mindenhez nem érthet egy képviselő. Én azt mondtam, hogy biztos, hogy volt olyan, amikor tökéletesen nem sikerült megnézni a dolgokat. Közösen fogtuk lejönni. Tehát itt ugye vannak a kérdések, amikben én most gyorsan belenéztem, hogy Kozol, én nem tudom, hogy miért tűnt el. Én örülnek, hogy ilyen aktív vagy képviselő úr, hogy két naponta nézed. Nem hiszem, hogy sokan vannak, akik ezt figyelik és észreveszik, hogy mi tűnt el. Hát lehet valami informatikai oka, nincs egyébként semmilyen, hát nem tudok róla, hogy valamilyen komolyabb oka lenne, hogy miért tűnt el a projektleírás. Nyilván, ha esetleg mögötte azt gondolnánk, hogy odaszóltunk, hogy tűnjön el most, tudom, de nincs erre lehetőség, ez nem így működik. Persze. Tehát ezt te is tudod jól. Még hogyha úgy sejteni lehet mögötte, hogy esetlegesen erre utaltál volna, akkor tudod meg. Most közösen fogtok leülni, és közösen fogjátok majd elbeszélni, mert jogos kérdések vannak benne, amit itt néztem, hogy a szűrésköltség az Áhonyában feltüntetve, egy célcsoport az áhonyi lakosság, a Kozolci Tamok lakossága vehet részt ingyenes egészségügyi szűréseken, tehát van egy olyan terület, amit simán át tudtok majd beszélni. Én nem érzem annyira vészesnek, hát csak bizalom kell, és annak örülök, hogy azt úgy fogalmaztad meg, hogy már nincs az az adott lapok, én nem a... Azért tudod jól te is, hogy én miről beszéltem. És nem azt mondtam, hogy kapadok, hanem azt is mondtam, hogy kapok. Tehát itt mind a két világon ment az úrka vissza, hogyha egy kicsit fonyolati fejezéssel mondom, hiszen láttam a testületi meghívókat, tehát azokat azért még valami is, amit el szoktam olvasni, egy-két előterjesztésre is felolvasom. Tehát én nem érzem ezt olyan nagy gondnak, ezt a pontot, amit kifogásoltok, mert hát a kölcsönös viszámban én nem olyanat ismertem el a polgármesterről, aki majd le fog ülni, és az irodájában egyedül elkezd majd csapkozgatni, és azt fogja nézni itt a fölvehető embereknél, hogy itt néztem, ki dönti majd el. Nem hiszem, hogy ne közösen ülne le a képviselő testülettel. Ti kit láttok, ki van még, a másik kit lát, a harmadik kit lát. Most a válaszból, hogy kiválasztás alatt azt sem tudjuk, mit a kiválasztás alatt. Nem, itt a munkanélkülieknél néztem valamit, és nem volt idő most, nekem még annyi időm sem volt, mint neked. Én most néztem ezeket a kérdéseket, tehát megígyétek el, hogy normálisan, most minden egyes település, egy vásáros valami, és itt most nem bánta semmi, egy fehérgyalmati képviselőt is ugyanúgy a saját települése érdekel, ugyanúgy megnéz, hogy mi a településének az érdeke, és higgyétek el, nem lesz ez rossz pályázat. Én abszolút híve vagyok, gyerekesi pályázatok volt, efogós pályázat, 500 milliós, előző ciklusban megnyertük most a folytatását. Vásáros Nominak volt gyerekesélye, 500 millió, megint megnyerték a folytatását. Efogós pályázatoknál nagyon fontos az, és minden pályázatnál,
közelítsük meg a végrehajtást az ellenőrzés szempontjából, nehogy valami probléma legyen. Én nekem a kifogástalanra minősített végre általam irányított, nem fogok nevezték az előző költségvetési ciklusban, de az ilyen a támoknak így van említett eszembe. De hát higgyétek el, hogy nekem nagyon fontos az, hogy mert utána történik valami pont, egy természetes dolog, a képviselőt keresik. Azzal, hogyha én próbálok segíteni a megvalósításban, a odafigyelésben, azzal a maga munkáját könnyítem meg, mert hogyha jól mennek a dolgok, akkor nem nekem majd a végén, nem nekem kell majd a végén esetleg szaladgálni az irányító hatósághoz, vagy bárhova, hogy mit tudunk csinálni, mert elrontotta az adott közösség. Saját magamról is szóval ebben, hogy én azt szeretném, hogy tényleg is. Letudtok, nem olyan értelmiségű emberek vannak itt a testemben. Letudtok különös egymással, meg tudjátok beszélni. És tudtok egymással kompromisszumot kötni, hogy jó, akkor most neked ott van egy embered, a másiknak ott van egy embered. Tényleg kiválóan meg tudjuk csinálni. Szerintem erre képes a képviselőtestület. Tehát én... Nekem így jó. És nem bántás. Én nem bántásként mondtam. Mint volt polgármesterként, hogy bízzatok a polgármesterben, mint akkor is lehet bízni, hogyha ellenérdekeltek vagytok bizonyos dolgokkal. Tehát a pályázat közösen érdek. Titeket is ugyanúgy, mindenkit ugyanúgy megválasztott az Áronyi lakosság. El lehet mondani, igen, vannak konfliktusok, nyertes pályázat, mellé jártunk, ellenőrizzük, nézzük és csináljuk közösen. Egy ekkora pályázatnál való településnek kell közösen együttműködni, azért azt hiszem, hogy tehát abban, hogy most mindenki sakkolja csak az dologért, azt hívjuk kívsetetet, hogy milyen vérnyomás mérőt tudjuk, vagy bármilyen apró dolog miatt kellene dönteni, nem gondolom, hogy ezt azt nem dönthetni merünk. De ha úgy gondoljátok, hogy azt is. Én. Azt akarja a testület, hogy azt is, akkor voltak, de sincs ebben. De akkor mondd. Ki lesz a projekt szakmai irányítója, aki ki lesz? Tehát ez nézd, önnek nem volt ezt a szempont, hogy én nem remélt embered, annak kellene a szempontnak, hogy meg tudja csinálni, mert ez egy óriási projekt, ami... Egy esztensőt, képviselő, ugye komoly elvárásom a projektvezetővel kapcsolatban, hiszen megfelelő végzettséggel, tapasztalattal kell rendelkezni, és a foglalkoztatásra is ír kötelezettséget a pályázati kiírás, és ugyanúgy meg a pénzügyi vezetővel, ha van ilyen. Tehát gyakorlatilag mindent szabályoz a rendszer, a kiválasztása nem egyszerű. Mert a szociális területen, meg egyáltalán legtöbb területen, aztán még jobban tudok, én nem olyan egyszerű, főleg humán erőforrás van alkalmas, a projektet vinni tudó, megfelelő személy. Tehát az, hogy a január 1-től március 1-re tolódott, ez pontosan az a praktikus oka, volt egy megbeszélés a nyertes polgármesterekkel egy nyertes körben, ahol a polgármesterek képviselték a képviselőtestületet, és ugyanezek a kérdések merültek föl, hogy a látókörünkben van-e olyan, aki esetleg ennek a szakmai lebonyolítására alkalmas. Nem biztos, hogy akár egy vásáros tanulmányban, akár egy fehér dalmaton fogunk erre találni, mert mindenki elhelyezkedett, hála Istennek, a szociális szférában és a különböző nyertes pályázatokban. És ne kapkodjunk, azért egyébként én javasolom, mert nekem nincs ráhagyásom ezzel, hogyha egyetértenek a polgármester kollégák, egyetért a pályázatok, van egy pici idő, nyerünk egy pici időt, és nézzük át alaposan, hogy hogyan lehet ezt jól szakmailag. Mi lenne az a biztosíték adni a 3-as pont helyett? Én azt nagyon sokan tartom fel, hogy ezen a testületülésen előtt ne döntsünk. A január, ahogy múltkor megbeszéljük, január, nem tudom már, hogy 15-ig lesz a testületülés. De a milyen pontásra, ha jön a válasz, akkor ott megint 8 pont belül válaszolnunk kell. Megértettem mindent, csak ez a konzorciális szerződés jelenleg szerintem nem alkalmas aláírásra, ami pedig a biztosíték alatt. Ahogy mondtam, én meglátásom szerint a támogatási szerződés aláírása visszafordíthatatlan produktivitás, ami teljesen normális és jó, onnan ez a projekt végigkerül. Így felmutatottan kiléphet akármi a gondolcímvezető is kiléphet a gondolcímból, állhatatja másnak. Természetesen elolvastam, más is lehet gondolcímvezető, a gondolcímvezető tag is kiléphet, amit végig sem felmutatok. Én nem tudom látni, hogy ebben ki kéne lépni, és nem kövekéne járni. Köszönöm szépen.
szerintem az esetben, hogyha esetleg az így, hogy nem szavazzuk meg. Visszavazzuk a kétes kötődés akkor. De akkor valószínűleg a két ünnep között kell az kétes kötődésre szólni. Még nem barátom. Hát mert vannak határidőt, tehát a határidőket nem így határozom meg. Tehát mi úgy tudtuk, mi is, hogy majd januárba kellett megkötni a támogatási szerződést, erre 58. után kijött egy ilyen voltás kérdése. Tehát én ezt nem tudom befolyásolni. És jöhetően mindenkinek. Minden teljes nyertes pályázónál, mögébb oda többiektől tartanak, de valószínűleg mindenkinek kérdezni a voltás. Szabó János. Tisztelettel köszönöm, én is még egyszer mindenképpen a képviselőre tekintettel. A múltkori testületülésen azt értem, hogy nagyjából ez a végleges adatlat, ez a kettes számú mellékben beküldött végleges adatlat számú EFOP PDF-be, rengeteg hiba van. Értem, hogy ezt a nézik már meg a költségét, hogy csináljunk valami tárgyat, hogy látjon, hogy mindibe kerül. Én megkérdezem a tisztelő polgármestereket, ők látták ezt az adatlatot? Megnézték? De látnátok, hogy össze-vissza van minden bennek keverve? És össze is adtátok az összegeket? Nem. Mert én megtettem. Azért javaslom mindenkinek adja össze egyébként. Én támogatom a pályázat ötleteit, de tényleg nem a problémák. Akkor, amikor be kellett adni, akkor nem kellett a önkormányzat képviselő testületének a határozata. Most szorítja kapcsolat, kell, tényleg nem volt idő rá. Éjszaka csináltam én is meg ezt a táblázatot, tehát kevés volt az idő, megmondom őszintén. Ebben a formában, hogy még az összeget érje a 250 milliót, ami a pályázatban szerepel a tárha beadott végleges adatlap alapján, ezt meg kellene nézni, lehet, hogy éjjel én számoltam el, de többször megnéztem a számokat. Egyébként össze van az összes szám kavarban, mondom egy példát, plusz a vesztségár forintban egy van, egyébként meg a teljes közös költség 10 millió 160 forint, tehát ezt tudom, hogy a program, meg nem tudom micsoda, de vannak ilyen problémák, amiket tényleg tisztázni kellene. Lehet, hogy a központi programban van a probléma, de a számadatok összességében sem stimmelnek nekem adatai. Most nézzük meg közösen, pályázatot önmagában persze, hogy támogatja szerintem minden testületét, nem az van a probléma, örülünk neki. Reméljük, hogy pozitív lesz a végkimenetele, el tudnak helyezkedni majd azok a kollégák, akik részt vesznek ezek a programokon. Egyébként például egészségügyi szűrésben 2000 fő van, tehát elég sok, tehát biztos, hogy hasznos elemei vannak, csak ezek a problémák, tehát nem arról van szó, hogy valaki ne támogatna a pályázatot, hanem vannak olyan problémák, amit tisztázni kellene, és addig ezek nem történtek meg. Köszönöm szépen. Akkor azt kérdem a kis tettető, hogyha esetleg szükséges a két ünnep között összeülni, akkor azt fogunk tudni, ha belőtt időt lehetünk-e. Én is itt van. És akkor arra alkalomnék, hogy erről tudjunk beszélni. Tehát az időpontot akkor meg kellene mondani, hogy mindenki jó, ha képviselőtünk, hogy akkor üljünk össze, és akkor beszéljük át a gondolkodó szerződést. Természetesen utána akkor a képviselőtestületeknek is, a többi képviselőtestületeknek is ugyanazt a tervet kell majd elfogadni, mert hogy hát úgy tudom, hogy valahol el is fogadták, valahol most lesz a két ünnep között lesz elfogadás. Akkor egy időpontot javasoljátok, hogy mikor lenne a két ünnep között összejön. Az, hogy mutatási iga van, az nem azt jelenti, hogy rosszul van megszámolva.
Az, hogy elcsúszott a jutalomba, az nem egy régiga számolva, nem ma kezdte a pályázat beírója. Ha nyert 6, ha jól számolva, vagy 5, akkor azért nem zárhogy az egyetlen, amit beadta ezt a pályázatot. Az egyik legprofibb az országban az a pályázat, hogy a csapat, amelyik ezt csinálja, és nyilván fog tudni válaszolni a kérdésekre, viszont közösen. Tehát itt a 4 település is minden, amit számít, 4 település elfogadta, ahogy el fogja fogadni, tehát itt van egy gesztor, igaz, de azért itt a képviselő a környező településeknek is legyen ugyanolyan beleszólása, hiszen ez nem egy településről szólt, akkor illet volna kiírva, hogy FOP is egy településre, hanem itt azért a többi település is. Arra kérem a képviselőtestületet, hogy őket is megfelelő partnerként kezelve, és az általuk elmondott véleményeket és figyelembe véve hozzanak majd döntést 27-én, de mondom, ha azt eldöntik, hogy akarják komolyan, akkor már most meg lehetett volna hozni ezt a döntést. Mivel úgy tűnik, hogy nem akarják komolyan, lehet itt bármit mondani, voltam polgármester 8 évig, én azért ismerem a képviselői reakciókat, úgy tűnik számomra, hogy Kákán is csomót keres a képviselőtestület, amit megtehet, szíve joga van. Nem kell előadni, mert nem veszik be az emberek kifelé a okos mondatokat, hogyha ezt együtt akarta volna csinálni, akkor lehetett volna. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek, lehetőleg a családban, a hozzátartozó rokonok között kevesebb vitát, és higgyék el, nem viszi előre semmilyen közösség ügyét, hogyha a ez a már módszer folytatódik. Én nekem elkeseredve egy kicsit, városi polgármester voltam, nem bántva a várost, ismerem a városi embereket. Számomra ez több mint érdekes, elkeseredve, megmondom ezt. Ez az én sajátom. Lehet, nehogy baj legyen utána, hogy megszakol az SMS-t, és utána elkezdjük majd mondani. Akkor aki nem volt szabályos a ülésnek. Akkor aki azzal egyetért, hogy legyen a napi nem kérem, hogy akkor megnevezünk egy képviselőt és képviselőt, hogy az egyeztetésen akkor hívjuk össze a polgármestereket, a 15 polgármestert, valamint a cég képviselőt, és akkor egyeztessünk erről a megállapodásra, és nem nyilvettem fogom ezt is magamat. Tudom, hogy képviselőt össze meg elvenni a véleménye. Miután előre nem egyeztettünk, én úgy gondolom, hogy nem beszélünk erről. Szerintem a polgármesterek elég erre a feladatra, hogy ezt a kérdést megoldják. Tanyagban örülnék ott lenni, mert szerintem egy polgármester se lesz a szakember, és akkor ne azt fogadjuk el, hogy éppen diktál majd a... Most mondta a képviselő, nem vagyunk annyira szakemberek, tehát így gondolom, hogy nem kellett el. Ilyen szintre menni a polgármesterek, hogy megoldják ezt szerintem nekem ez a véleményem. Köszönöm. Ettől függetlenül természetesen segítek. Jó, egyik hozzászólásban nem tudok, hogy ezt föltenni szavazásra a szállap. Az A versus, tenni fel szavazásra, úgy akkor kiveszünk szavazásra.
kértünk egy utánajánlatot, és időközben még kaptunk egy újabb ajánlatot, hogy nem kerestünk meg, de Kövesi Képselő új javaslatára kaptunk tőlük is egy igen kedvező ajánlatot, azt kiküldtük utólag most e-mailben. Elvileg 6-7 tonnasunk van még a idei évre, azért is gondoltuk, hogy ezt a januári lekötést betegyünk be, azok mindjárt kérjük a lekötést, mert még ez elég lesz, valamint a idei évben a vállalkozásra fordítandó költségvetési keretünket már majdnem úgy teljesen kihasználtuk. Valószínűleg nem kell ez mind a 27 tonna só, ez egy kontingens, csak annyi sót fogunk meg menni, amennyit fel fogunk használni. Általában ilyen 3-4 tonnát tudunk raktározni biztonságosan, amit nem fog elvárni, meg a minőségű tudjuk garantálni. Most kérdezem a képzést, hogy az állam rendi ponttal kapcsolatban észrevétel. Kövesdi Péter. Még egy javaslatom, támogatom természetesen, de lenne még egy javaslatom, hogy lehet kapni piacon környezetkímélő dolgokat, és itt a parkos részben, meg az ottani parkos részben, meg ahol holnap látjátok, hogy én azt javaslom, mert picit drágább, mert olyan minimális mennyiség kell belőle, én szerintem kérjük el a ajánlatot, tudom körülbelül, hogy egy-két olyan forgalmazza, ezek azok a dolgok, amik nem veszik tőle a füvet, a fákat és a többiket. Nyilván nem az utakra, mert a park részére ezt szerintem is kell használni. Köszönöm. Én is benne szeretnék ezen a pontot hozzáfűzni, hogy jó lenne, hogyha novemberi testületüléssel mindig tárgyalánk a sítványítást, a lehetőbbítást, ennek a prioritását. Az ezelőtt évben ez mindig megtörtént, most már nem történik meg. És hogy a hóeltökító gépekkel hogy állunk, azt hallottam, hogy mennyi túl a problémák vannak. Az eset a tényítés, és a többi, hogy milyen dal se történik. Mindegy, ezt hallottam, biztosan történik akkor semmi. Ezt hallottam is, hogy milyen, azt a múltban is megkérdeztem, hogy mi a helyzet, mondták, hogy javítás alatt van, hogy hányszor van, hogy történik is, és hozzá ez nem történik, nem történik, mert az egyik, az esélyi nagyobb az egy évben fizetett a követől, nem fog kettő van, gondolom. Tehát jól lenne ezt megkérdeztem, akkor ezt hogy fogjuk megoldani, mi van, hogy az előterjesztés tartalmaz az, hogy ha nagy volumenség esik, akkor vállalkozót fogunk megkeresni, hogy kiad a vállalkozó, mi is kiad a vállalni, én ezek a dolgokat szeretném tudni, csak azok, hogy a vállalás jelenet kérdezni. Köszönöm szépen. Tavaly évben volt olyan, vagy nem tudom, mert az én voltam, amikor ilyen nagyobb hónyiség esetben, akkor sem úgy értem, cizalevét zsúkkal, tehát ha szerintem nagyon egy extra, extrém mennyiségű hónyan esik, akkor ezt meg tudjuk oldani, akár a mi eszközénkkel. Ha meg vállalkozunk, tehát igénybe vennünk, akkor azt gondolom, és 300 ezer fény fölött, azt akarsz, hogy is képzetes költen egyeztetnem kell. No, akkor egyik hozzáfogat nem látok, akkor a kérdéket az utólag kitűzött Schuller Kft. Schuller Kft. Által kínált 11 ezer forintú száfa per tonna sóvásárlásból 25 tonnát lekössünk, hát most kérem, igen, hát szabadon. Illetve? Tehát akkor arra is kérjük majd állányadatot, ha igenben elfogadtuk. Ez akkor a 18-as költséget is felkérem. Igen, már az idén nem kell, szerintem az már most elkérdődik. Reméljük annyi napról, nagyon nagy fáradt. Most nagy karácsony tőlünk. Az én napján itt van, nincs kicsőzött a részére. Két dolgot szeretnék említeni, az egyik az, hogy elkészült a temetőnek a bejárata és a parkosításról megfeledkeztünk. Én arra szeretném kérni a hivatalt, hogy dolgozunk egy parkosítást a jövő év tekintetében, hogy januári hónapban, tehát a költségvetésből be tudjuk építeni, mert így a leakadozó előkereit én azt mondom, nem méltó ahhoz, hogy a munkát, a parkosítást mindenképpen meg kellene oldani, ez egy tervet, mert egy költségvetés próbálja meg a hivatal előkészíteni, és a 2018-as költségvetési tervünk tegyük bele. Illetve többen megállítottak, hogy az előző testetődés nincs fent, kérdezték, hogy mi ez az alkoholányos a remontással, mondtam, hogy nézzétek meg, fent van valahol, így nem tudom, hogy hol szokott feltenni, azt mondják, nem találják sehol. Szeretném megkérni, hogy már minden testetődés tegyen fent akkor, mert annak irányban az MPNT-t elváltottuk, azt azért változtuk le, hogy a felépítéséket megvéve,
parkosításban nem felékeztünk meg, a parkosítást azt a üzemeltető vállalata, és úgy is volt, hogy csinálja, többször felszólítottuk, hogy az ígéretihez híván, akkor kezdj el. Ezek szerint nem sikerült neki elkezdeni egy tavasszal, akkor újra. Köszönöm szépen, nem szeretném. Köszönöm. És mindenki végképp volt a karácsonyt. Sziasztok! 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 Sziasztok!